Rövid szünet után megint legalább egy hét forróság jön, másodfokú hőségriasztás lép életbe éjfélkor. Hatalmas migrációs nyomás alatt a Kanári-szigetek 126%-kal nőtt az érkezők száma. A családi adó kedvezmény megduplázása és szakmunkás hitel már a fiókban van a békeköltségvetés terve. Segélykérő kézjellel mutatta egy bántalmazott nő Kaposváron, hogy bajban van, egy bolti eladó ki is hívta a rendőröket. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en, Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Alig enyhült egy kicsit a forróság, már is visszatér, és itt is marad a kánikula. Ma éjféltől újra másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az egész ország területére. Az intézkedés a tervek szerint egy hétig marad érvényben, vagyis megint tartós lesz a meleg, idén már sokadszor. Ez pedig egyre jobban megvisel mindenkit, életkortól függetlenül még az egészséges szervezetet is megterheli. A hétvégén már újra akár 37-38 fok is lehet. Gyerekzsivajtól volt hangos a gyulai várfürdő péntek délután. Aki tehette, kihasználta a jó időt. Tömve voltak a csúszdák és a medencék a közkedvelt élménykomplexumban. Gyerekekkel érkeztünk, két kisfiúval. Azért választottuk, mert nagyon gyerekbarát, és nekünk ez nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Szép csúszdák vannak, kicsitő nagyig, mindenkinek van lehetőség bármit, bárhol fürödni, tehát ez sokat számít. A várfürdőnek a tartós meleg miatt jó szezonja van. Voltak olyan napok, amikor rekordokat döntött a látogatottsága. Szokták mondani, hogy augusztus 20-ával zárul a nyár, ezt nem tudjuk alátámasztani, mert jelen pillanatban is az elmúlt napok is nagyon jó létszámmal mentek, és erre számítunk erősen a jövőben is, a közeljövőben ez a maradék pár napra még az augusztus végéig, hiszen az időjárás is azt mutatja, hogy egy nagyon szép időnk lesz. A Balatonra is már pénteken visszatért a kánikula. Napközben több mint 30 fok volt Tihanyban. A meleg időt sokan kihasználták már a hétvége előtt is. A 26 fokos tó vízében a vízisportok kedvelői és a gyerekek is előszeretettel lubickoltak. A vízpart itt is tömve volt fürdőzőkkel. A tópartra külföldről is érkeznek turisták. A barátaimmal jöttem, és nagyon tetszik a Balaton. A víz tiszta, az időjárás szuper, az emberek nagyon kedvesek. Mondta ez a francia turista. Kigyúzott a kocsisor az M7-es autópálya Balatonra vezető szakaszán. Sokan ugyanis a hétvégére várható nagy hőség miatt már péntek délután elindultak. Az autósok a megnövekedett forgalom miatt a megengedett sebességnél csak jóval lassabban tudtak haladni. Egerben sem fáztak az emberek. A dobótéren este 6 óra előtt is 31 fok volt. Sokan a párakapu alatt frissültek fel a nagy melegben. Ebben a büfékocsiban csak nem 60 fok van a sütők mellett, az itt dolgozók is nehezen bírják a hőséget. Óránként pihenőt tartanak és sok folyadékot isznak. Borzalmasan, nagyon meleg van, de igyekszünk kiszolgálni az embereket és boldogságot okozni az ételekkel. 34-35 fokot mutatott a hőmérő az esti órákban Szeged belvárosában pénteken. A tartós meleg leginkább az idős emberek és a gyermekek szervezetét viseli meg. Nem mindenki örül a kánikulának. Majd benn maradunk, több fagyit eszünk, több jégkrémet. Fontos, hogy a gyermekeket, házi kedvenceket néhány percre se hagyjuk a parkolóautóban. Az autó a kánikulában pillanatok alatt 50-60 fokra melegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A Hungaromet előrejelzései alapján szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére jövő hét péntekén. A jövő héten újra visszaköszöntenek a trópusi éjszakák. Bár hivatalosan lassan véget ér a nyár, de az ősz úgy tűnik még várat magára. A közmédia meteorológusa azt mondja, visszatér a kánikula és a hétvégén tovább fokozódik a hőség. A legmagasabb napi hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot is, sőt a középső ország részben a Duna-Tisza közén, illetve a déli-délkeleti vármegyékben ennél melegebb is lehet. Ott nem kizárt, hogy súroljuk a 40 Celsius fokot is.
A nagy melegben a tűzoltókat naponta 30-60 szabadban keletkező tűzhöz riasztják. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőkben és azok 200 méteres körzetében is tilos tüzet gyújtani. Már több mint 5000 hektárnyi területet pusztítottak el az erdőtüzek Madeirán. A nehezen megközelíthető hegyvidéki területen pusztító lángok oltására speciális repülőgépeket is bevetettek. A munkálatokat azonban a heves szél és a magas hőmérséklet is akadályozza. Több száz lakónak kellett elhagyni otthonát füstmérgezés veszélye miatt. Csütörtök délben érkezett meg Spanyolországból két speciális Canadair típusú tűzoltó repülő Porto Santo szigetére. Az Európai Unió küldte őket, hogy segítse a madeirai erdőtüzek oltását. A portugál szigetcsoporton ugyanis már csak nem két hete nem tudják megfékezni a három helyszínen is tomboló lángokat. A speciális repülők nagy segítséget jelentenek, ugyanis a nehezen megközelíthető hegyvidéken tomboló tüzet csak így légiúton lehet hatékonyan oltani. A gépek bevetése azt is jelenti, hogy a lángok nem veszélyeztetik a lakott területeket, a Canadairek ugyanis ott nem használhatók. Ezek különleges repülőgépek, amelyeket nem lehet bevetni sem lakott, sem mezőgazdasági területen. Csak most lehet őket használni, hogy a tűz átterjedt a hegyvidékre. Ezek a gépek ugyanis 6 tonna vizet tudnak ledobni egyszerre, ennyit pedig nem lehet házakra, termőföldekre, vezetékekre önteni, magyarázta a madeirai kormányzat vezetője. A környékről korábban elővigyázatosságból mintegy 200 embert evakuáltak, sérültekről és áldozatokról nem érkezett jelentés. A tűz azonban már több mint 5000 hektárnyi területet perzselt fel. A régió vezetője pedig határozottan cáfolja a környezetvédők azon állítását, hogy a lángok elérték volna az UNESCO világörökségi listáján szereplő babérerdőt. A Spanyolországból érkezett két gép mellett továbbra is nagy erőkkel küzdenek a lángokkal a helyi tűzoltók. Az oltást nehezíti az erős szél. Az Európai Bizottság közleményében hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri az eseményeket, és kész további segítséget nyújtani, ha szükséges. Megtalálták a szicíliai Palermo közelében elsüllyedt luxusjacht utolsó áldozatának holttestét is. Reggel búvárok és vízimentők hozták a felszínre az utolsó eltűntként keresett utas holttestét. Ezzel hétre emelkedett a hajó szerencsétlenség áldozatainak száma. A hétfői tragédia most előkerült áldozata a 18 éves Hannah Lynch, Mike Lynch számítástechnikai nagyvállalkozó lánya. A luxushajón 22-en utaztak, de csak 15 embernek sikerült kiúsznia. Most azt vizsgálják, hogyan boríthatta fel percek alatt egy heves vihar az 56 méter hosszú jachtot. Lakástűzben meghalt 6 ember, köztük 4 gyerek Újvidéken. A lángok hajnali 3 óra körül csaptak fel, és az első vizsgálat alapján valószínűleg egy töltőre kapcsolt elektromos robogó okozhatta, ezt a szerb belügyminiszter közölte. A helyszínre érkező mentők már csak a családtagok halálát tudták megállapítani. Csak nem 4 kilométer hosszú hasadék keletkezett már a virradóra egy újabb tűzhányó kitörés után Izlandon. Tegnap este idén már 6-szor tört fel a láva a szigeten. A közeli, eredetileg 4000 lakosú kikötővárosban, Grindavíkban a többszöri evakuálások nyomán ma már csak mintegy 2 házban laknak. Ismét füst és a tűz vörös fénye borította be az eget az izlandi Grindavík környékén. Csütörtök este újra, idén már 6-szor tört ki a félsziget délnyugati részén található vulkán. Noha a térség lakói már hozzászoktak a nem mindennapi jelenséghez, a turistákat lenyűgözte a látvány. Azt hittük, hogy az északi fény, éppen autóval jöttünk ide, és ahogy közeledtünk, láttuk, hogy egy vulkán tört ki. Őszintén szólva, ez a legszuperebb dolog, amit valaha láttam, mondta egy amerikai turista. A legnagyobb megdöbbenést azonban az éppen csak a térségbe érő repülő utasaiból váltotta ki a vulkán. Ők a levegőből a kis ablakokon keresztül fotózták a láva folyamot. Csak most érkeztem, a kitörés rögtön azután történt, hogy felszálltunk. Ezt a pilóta már a landoláskor közölte. Néhány izlandi szólt, hogy nézzünk ki az ablakból, egészen csodálatos, mondta egy utas. A láva egy 4 kilométer hosszú hasadék mentén tört fel, majd egy újabb, kisebb krátervonal is megnyílt, így összesen mintegy 5 kilométer hosszú folyam keletkezett.
Noha a szakemberek szerint a láva nem a város felé halad, a hatóságok lezárták a közeli utakat és evakuálták az embereket a településről, valamint a Kék Laguna környékéről. Mintegy 1300 embernek kellett elhagynia otthonát vagy szálláshelyét. A szakemberek folyamatosan figyelik a helyzetet, de a beszámolók szerint a vulkán vesztett erejéből, több helyen megállt a láva ömlés. Az embereknek viszont még napokig várniuk kell a visszaköltözésre. Izland a Föld egyik legaktívabb vulkanikus területe, a megfigyelések szerint a szeizmikus mozgás egyre gyakoribb a Föld alatt, ami azt jelzi előre, hogy a jövőben egyre többször és több helyen törhet fel a láva. Felajánlotta támogatását a békeközvetítésben az indiai miniszterelnök. Narendra Modi Kijevben arra biztatta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy üljön tárgyalóasztalhoz az orosz féllel a béke előmozdítása érdekében, és ehhez India aktív segítségét is felajánlotta. Közben az oroszok tovább haladtak előre a stratégiai fontosságú Pokrovszk városa felé, az ukrán csapatok pedig továbbra is megszállva tartanak orosz területeket Kursknál. Elszenesedett falak és kitört ablakok. Sok épületből csak ennyi maradt a kelet-ukrajnai Mirnahradban. A lakhatóházakban azonban még a rendszeres orosz bombázás ellenére is mintegy 16 ezren élnek. Most azonban nekik is menniük kell, az ukrán hatóságok ugyanis távozásra szólították fel őket, miután a Donetszki települést kevesebb mint 5 kilométerre megközelítették az oroszok. Az embereket buszokkal szállítják a legközelebbi nagyvárosba, Pokrovszkba, de ott sem maradhatnak sokáig. A településen keresztül kapják ugyanis az ukrán csapatok az utánpótlást, így gyakran támadják az oroszok. A nőket, gyerekeket és időseket vonattal menekítik a térségből. Én eredetileg Luhanszki vagyok, Mirnahradba költöztem az oroszok elől, de most onnan is menekülnöm kellett. A környékünkön borzalmas volt a helyzet. A közeli erdősávból lőttek, nagyon hangosak voltak a robbanások. Ezért úgy döntöttünk, hogy a nagyanyámmal és a gyerekeimmel együtt eljövök, mondta egy asszony. Miközben a frontvonal déli részén az oroszok, északon az ukránok nyomulnak előre. A nyugat-oroszországi Kurszki területen a hatóságok betonbunkereket telepítenek, ahova a lakosság bemenekülhet egy ukrán támadás alatt. A régió központjában a tervek szerint 60 óvóhelyet helyeznek ki szeptember 1-ig. Eközben egy olajtároló kapott lángra az ukrán határ melletti orosz nagyvárosban, a Donmenti Rostovban. A tüzet egy ukrán dróntámadás okozta a város vezetése szerint, Kijev azonban egyelőre nem vállalta a felelősséget. Egy kurszki atomerőmű elleni támadásról pedig az orosz elnök számolt be az Ukrajnával határos területek vezetőivel tartott videóértekezleten. Az ellenség megpróbált támadást intézni a kurszki atomerőmű ellen. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget értesítettük. Ígéretet tettek arra, hogy maguk is eljönnek, és szakembereket küldenek a helyzet felmérésére. Remélem, hogy ez tényleg így lesz, mondta Vlagyimir Putyin. Az ENSZ nukleáris megfigyelő szervezete úgy értesült, hogy az oroszok csütörtökön kora reggel lőtték le a drónt, amelynek roncsai mintegy 100 méterre zuhantak le az atomerőmű kiégett fűtőelemeket tároló létesítményétől. Amíg a frontokon heves harcok zajlanak, újabb kormányfő tárgyalt Kijevben. Narendra Modi indiai miniszterelnök vonattal érkezett. Azért utazott az ukrán fővárosba, hogy Volodymyr Zelenszkijjel az ukrajnai háború békés rendezéséről egyeztessen. A két vezető először megnézte a háborúban meghalt gyermekekre emlékező kiállítást, és felkereste az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja, Mahatma Gandhi kijevi szobrát. Majd a kijevi elnöki palotában ültek le tárgyalni. Köszönjük Indiának, hogy támogatta a függetlenségünket és országunk területi egységét az elmúlt 2 évben. Szeretnék külön köszönetet mondani a humanitárius segélyszállítmányokért, fogalmazott az ukrán elnök. Narendra Modi a diplomácia fontosságát hangsúlyozta. Az első naptól kezdve a béke, a támogatás és a függetlenség, valamint a területi integritás tisztelete mellett foglaltunk állást. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is elmondtam, hogy a problémákat nem a harcmezőn, hanem diplomáciai úton kell megoldani, hangsúlyozta India miniszterelnöke. Az indiai kormányfő látogatása a nemzetközi szakértők szerint is jelentős. A világ legnépesebb országának ugyanis lehet hatása az orosz vezetésre. Narendra Modi egy hónappal korábban Moszkvába is ellátogatott, ahol Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyalt. Egyre többen merik felemelni a szavukat Ukrajnában a kegyetlen kényszersorozások ellen, amelyek Kijev oroszországi hadművelete után még az eddiginél is nagyobb méreteket öltöttek. Több ukrán városban számos olyan spontán megmozdulást vesznek videóra, ahol nők és idősek akadályozzák meg, hogy a toborzók elhurcolják a fiatal férfiakat.
Dulakodás a nyugat-ukrajnai Ternopil egyik forgalmas utcája mellett. A helyi hat kiegészítő emberei a rendőrséggel közösen próbálnak meg az utcáról elrabolni egy fiatalembert, akinek a segítségére nők sietnek. Látván a közjátékot, a hat köteles korú védelméhez idősebb férfiak is csatlakoznak, így végül sikerül elmenekülnie. Szintén Nyugat-Ukrajnában filmezték le azt is, amint a toborzók és a rendőrök egy helyi parkban ráncigálnak, majd próbálnak megbilincselni egy férfit, hogy magukkal vigyék a hat kiegészítő parancsnokságra. Itt is egy idősebb férfi kell a hat köteles védelmére, akit határozott kiállása miatt az egyenruhások szidalmaznak. Lehet védekezni a toborzók ellen pont úgy, mint ahogy ők vadásznak ránk. Az emberek 90%-a úgy gondolja, hogy a hat kiegészítők illegális szerveződések. Törvénytelenül rabolják el az utcáról az embereket, majd a húsdarálóba küldik őket. Amióta Zelenszky rendszere van hatalmon, minden rosszabb lett ebben az országban, mondta egy férfi. Ivano-Frankivskban az elmúlt napokban már voltak tüntetések a hatósági túlkapások miatt. A helyiek lezárták a főutat a toborzók buszai előtt, hogy azok ne tudják tovább vinni az utcáról elrabolt férfiakat más megyékbe kiképzésre, majd onnan a frontra. Hasonló akciók voltak Melnickijben és Csernyivciben is. Ráadásul Kijev már a 18 éveseket is mozgósítaná. Ez ellen egyre több parlamenti képviselőnek, köztük kormánypárti honatyáknak van kifogása. Emlékezhetünk arra, amikor Boris Johnson korábbi brit kormányfő azt mondta, harcoljatok az utolsó ukránig. Nekem, mint hazafinak ez nem felel meg. Én azt akarom, hogy éljünk, legyünk, építkezzünk. Működjön a kereskedelmünk, és így tovább. Azt szeretném, hogy béketárgyalások legyenek, és a béke minél hamarabb beköszöntsön, és ne 18 éveseket mozgósítsunk, mert ezek gyerekek, mondta a képviselő, aki ellen békepárti kijelentései miatt Kijev lejárató kampányt indított. Közben Kijev oroszországi hadjáratának kezdete óta egyre több hadköteles próbálja meg a sorozás elől menekülve illegálisan elhagyni Ukrajnát. A legtöbben Moldova és az EU-s országok felé próbálkoznak. Egy fiatalember Kárpátalján saját készítésű sárkányrepülővel repült át az Európai Unióba. Amikor az ukrán határőrök kiszúrták, tüzet nyitottak rá, és drónnal is megpróbálták leszállásra bírni. Végül sikerült átrepülnie a határon. Milyen alapon lőnek a saját állampolgáraikra a határőrök? Már nagyon sok halott menekülőt találtak a Tiszában és a Zöld határon, mesélte egy ukrán blogger. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legutóbb két hete, újabb három hónappal november 9-ig hosszabbította meg a hadi állapotot és az azzal együtt járó katonai mozgósítást. Emiatt várhatóan ősszel még többen próbálnak majd meg kiszökni a háborús országból. A világban zajló háborúkról szól az a nemzetközi keresztény konferencia, amelyen Orbán Viktor is felszólalt az olaszországi Frascatiban. Az esemény idei kiemelt témája: háborúban a világ, állandó válságok és konfliktusok, mit jelent mindez a számunkra. A katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata egy 2010-ben létrehozott pártok feletti szervezet, amely a Szentírás és a katolikus egyház társadalmi tanítása talaján áll. Mostani konferenciájuk vasárnapig tart. Ha az Unió ki akarja kényszeríteni az illegális migránsok beengedését Magyarországra, akkor elemzők szerint logikus és indokolt válasz a kormánytól, hogy egyirányú jegyet ad Brüsszelbe az illegális bevándorlóknak. A kormány szerint az Európai Bizottság semmiben sem segítette eddig a határvédelmet, sőt még meg is büntették Magyarországot, amiért védi az Unió határait. Megdöbbenve figyelték az emberek, ahogy néhány napja egy migránsokat szállító csónak kötött ki a stranduló turisták között Görögországban. Mostanra rendszeressé váltak az ilyen jelenetek a földközi tengerpartján. Az elmúlt évtizedben illegális bevándorlók milliói árasztották el Európát. Több országban alakultak ki no-go zónák, mindennaposak a migránsok által elkövetett lövöldözések, robbantások és gyilkosságok. Az európaiak egyre hangosabban követelik a fellépést az illegális migrációval szemben, de jellemzően a balliberális kormányok nem tesznek szinte semmit. Brüsszel pedig látszatintézkedésekkel és jogászkodással van elfoglalva, de a problémát nem hajlandó kezelni, és a bürokraták a migráció pozitívumait hangoztatják, illetve megbüntetik azokat a tagállamokat, amelyek nem engedik be az illegális migránsokat.
nem a munkavilágába, nem a társadalom hasznát szolgálva rendezkednek be az adott társadalomban, az adott országban, akik érkeznek. Sokszor a szociális ellátórendszer juttatásait használják ki, és nem is akarnak beilleszkedni a migránsok. Erről beszélt a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a migránsok betelepítését az NGO-k, illetve a baloldali és liberális politikusok erőltetik, mert így akarnak szavazatokat szerezni. Ugyanakkor, hogyha ott kell lenni a terepen, és el kell látni ezeket a személyeket, le kell folytatni a vizsgálatot, vagy éppen menekültáborokban kell elhelyezni a személyeket, és ott gondoskodni róluk, esetleg megvédeni a környező településeket, az meg már egy teljesen más kérdés, és ebben nem jeleskednek sok esetben a jó emberkedő liberálisaink. A magyar kormány 2015-ben megállt parancsolt az illegális migránsok áradatának, és azóta is védi Magyarország és az Unió külső határát. De Brüsszelnek ez nem tetszik, és arra kényszerítenék hazánkat, hogy engedje be a migránsokat. Minden migránsnak fel fogjuk azt ajánlani a magyar határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket. Ha Brüsszel továbbra is ki akarja kényszeríteni a migránsok beengedését, akkor Magyarország egyirányú jeggyel küldi majd az illegális bevándorlókat Brüsszelbe, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország nem enged abból, hogy a schengeni határokat meg kell védeni az illegális bevándorlástól. Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkaphatja, de a cél az, hogy ne a tagállamokba jöjjenek a migránsok, hanem a magyar kormány kész egyirányú jegyet biztosítani mindenkinek, aki a magyar határa érkezik, abban az esetben, hogyha az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság lehetetlenné teszi azt, hogy a külső határon, úgy, ahogy azt az előző évtizedben Magyarország példamutató módon tette, megállítsuk a migrációt. A határvédelemhez Brüsszel évek óta nem ad segítséget Magyarországnak, tette hozzá Gulyás Gergely kiemelve, a kormány ezért azt is vizsgálja, hogy a jogosan járó forrásokat peres úton hajtsa be az Európai Bizottságon. Valószínűleg a bizottság lesz az alperes, Magyarország pedig a felperes. A per felvetése indokolt és logikus, erről beszélt a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Varga Márk hangsúlyozta, ráadásul Brüsszel még azért is megbírságolta Magyarországot, mert védi az uniót az illegális bevándorlástól. Az tény, hogy védtük a határt, az tény, hogy a határvédelem miatt a mi képletünk, például a határon folyó eljárásokban, a mi képletünkben úgymond az, hogy nagyon sok embert utasítottunk el, ez hangsúlyosan szerepelt. Ezért egyébként nagyon sok határon folyó eljárást kaptunk ugye nem olyan régen a bizottságtól, tehát ez egyébként ki van mondva, hogy mi ezt jól csináltuk. Varga Márk hozzátette, a mostani lépés illeszkedik a kormány migrációs politikájába, és a határvédelme mellett az is célja, hogy csökkentse a Brüsszel által kiszabott büntetést. Több száz illegális migráns próbált bejutni Spanyolországba egyetlen éjszaka alatt, mintegy 350 ember ugrott a tengerbe Marokkóban, hogy megpróbáljon átjutni a Spanyolországhoz tartozó Ceutába. Egy részüknek sikerült is, közben a spanyol kormány azt közölte, hogy aggasztóan növekszik a Kanári-szigetekre érkező illegális bevándorlók száma. Idén eddig 126%-kal többen értek partot, mint tavaly az első 8 hónapban. Egy ember hánykolódik a tengerben Ceuta partjainál, a sziklásparton pedig búvárok várják azt a pillanatot, hogy kisegítsék a vízből. A 85 ezer lakosú Ceutát, Spanyolország észak-afrikai autonóm városát már évek óta ostromolják a migránsok. Ezek a felvételek idén februárban készültek. Nincs is olyan évszak, hogy ne indulnának útnak a tengeren át úszva, hiszen Ceutát csak ez a magas drótkerítés választja el Marokkótól. Az illegális bevándorlók száma itt 173%-kal nőtt az előző évhez képest. A Magyar Nemzet spanyolországi tudósítója most azt írja, két hete ismét megnőtt az odainduló migránsok száma. Szerdán este például több mint 350-en próbáltak átúszni a spanyol területre, de többségüket a marokkói csendőrség feltartóztatta. 12 algériai felnőttnek és 4 kiskorúnak azonban így is sikerült átlépnie a határt. A legnagyobb gond az, hogy a ceutai befogadó központban másfélszer többen vannak már a megengedettnél. Köztük is sok a kiskorú, az idén több mint 600 kíséret nélküli gyerek érte el a partot.
A város vezetése ismét arra kérte a madridi kormányt, hogy a többségüket helyezzék át más régiókba. Erre eddig csak ígéretet kaptak. A szintén spanyol autonóm területen, a Kanári-szigeteken is drámai a helyzet. A befogadó rendszer már képtelen több embernek férőhelyet biztosítani. Csak El Hierro szigetére pénteken 174 migráns érkezett. A Kanári-szigetekre összesen pedig mintegy 600-an. A Vöröskereszt helyi szervezete országos felhívást tett közzé, különösen egészségügyi dolgozók számára, hogy segítsenek az odaérkező migránsok ellátásában. A hatóságok az elmúlt hetekben már megkezdték a migránsok átszállítását a szárazföld több településére, de az érkezők száma továbbra sem csökken. Szeptemberben a tenger nyugodt, és az emberek kihasználják majd ezt a lehetőséget, hogy átkeljenek. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Kanári-szigeteki útvonal a legveszélyesebb és a leghalálosabb útvonal, hívta fel a figyelmet a segélyszervezet szóvivője. A madridi kormány adatai szerint az idei évben mintegy 22 ezer főként nyugat-afrikai migráns érkezett a Kanári-szigetekre, ami 126%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. A spanyol kormány bejelentette, hogy a miniszterelnök már a jövő héten több afrikai országba is ellátogat, hogy az ottani vezetőkkel próbáljon megoldást találni, az elsősorban a Kanári-szigeteket, valamint Ceutát sújtó migrációs nyomásra. Botrány tört ki Németországban az afgán migránsok miatt. Egy televíziós összeállításból ugyanis kiderült, hogy az illegális bevándorlók különböző trükköket vetnek be, hogy hazamehessenek Afganisztánba nyaralni. Abba az országba, ahonnan elvileg elmenekültek. Hetente több százan kelnek így útra. A legkisebb német kormányzó párt, az FDP kivizsgálná a csalásokat. Berlinből Noll Katalin jelentkezett. A csalás lényege, hogy Irán érintésével utaznak a migránsok Afganisztánba, és a beutazáshoz szükséges vízumot nem pecsételik bele az útlevélbe, hanem egy külön papíron kapják meg. Azt így azt a Németországba történő visszatéréskor könnyedén eldobhatják. A másik csalási folyamat, hogy az afgánok, amikor menedéket kértek Németországban, csak hazudták, hogy ha régi dokumentumaik elvesztek, azok valójában megvannak, tehát a régi afgán útlevelükkel gond nélkül beutazhatnak Afganisztánba. A családi adókedvezmény megduplázása, az otthonteremtési támogatások emelt szinten tartása, a kisvállalkozások segítése, valamint a diákhitel mintájára egy szakmunkás hitel kidolgozása is szerepel a magyar békeköltségvetés tervezetében. Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter a Tihanyi Transit Fesztiválon azt mondta, hazánk azért is beszél a békéről, mert az jó Európának, jó a magyar gazdaságnak, a békeköltségvetés tervei pedig már az asztalfiókban vannak. Csak egy olyan gazdaságban lehet gondolkodni, ahol a cél a foglalkoztatottság maximalizálása. A magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb alappillére a foglalkoztatottság, és a kormány programjának megfelelően 2010 óta több mint 1 millió új munkahely jött létre. Erről beszélt Rogán Antal a Transit Fesztiválon. A foglalkoztatottságot stabilan tudjuk tartani. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, a hazai munkanélküliség most is az EU-s átlag alatt van, ugyanis a kormány a legnehezebb időszakokban, vagyis a háború, az energiaválság és a háborús infláció idején meg tudta őrizni a munkahelyeket. Ennek van a legnagyobb jelentősége szerintem, tehát azt kell, hogy mondjam, a magyar gazdaságnak ezek a fundamentumai stabilan állnak. Ez jelenti talán a legjobb esélyt a jövőre nézve. Csökkentették a munkáltatói adóterheket, ami a foglalkoztatottság és a bérek növekedését segítette, és jelentősen alacsonyabb lett a személyi jövedelemadó is. A miniszter kiemelte, a bérek minden szegmensben nőttek, a legnagyobb béremelkedés az alacsony keresetűeknél volt, illetve a minimálbér is jelentősen nőtt. Rogán Antal hangsúlyozta, a cél, hogy a következő két évben a garantált bérminimum és a minimálbér közeledjen egymáshoz. Aki gyereket nevel, az ne szegényedjen el. Az is cél, hogy a gyermeket nevelő családok jobban, vagy legalább úgy éljenek, mint akik nem vállalnak gyermeket, közölte Rogán Antal kiemelve. A családtámogatásra fordított összeg a 3,5-szeresére emelkedett 2010 óta, és az egyik legfontosabb feladat a gyerekek után járó adókedvezmény megőrzése és megemelése. Itt célul azt fogjuk kitűzni, hogy 2026-ra
a gyerekek után járó adókedvezményt minden kategóriában, az egy gyereket, a két gyereket, a három, illetve több gyereket nevelő családoknál is megduplázzuk. Továbbra is a magyar fogyasztók fizetik a legalacsonyabb árat a villamos energiáért és a földgázért, tette hozzá Rogán Antal hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően 1,1 millióval csökkent 2015 óta a szegénységben élők száma. Az igazán nagy sikert az jelenteni, hogyha egyébként el tudnánk oda jutni, hogy béke van. A béke jó Európának és a magyar gazdaságnak is, mondta Rogán Antal. A miniszter közölte, már az asztalfiókban van a békeköltségvetés terve, ami tartalmazza a családi adókedvezmények megduplázását, az otthonteremtési támogatások megemelését, a kisvállalkozások erőteljes támogatását, a minimálbér emelését a garantált bérminimum szintjére, valamint a diákhitelhez hasonlóan egy szakmunkás hitel lehetőségét. Mindennek az előfeltétele azért egy szuverén gazdaságpolitika. Rogán Antal azt mondta, tartani kell a sikeres, szuverén gazdaságpolitikát, mert enélkül nincs stabilitás a magyar gazdaságban. Mint fogalmazott, az Európai Bizottság viszont a rezsicsökkentés eltörlését, a társasági adó és az ingatlan adó növelését, a két kulcsos adórendszer bevezetését, a 13. havi nyugdíj megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését, vagyis megszorításokat követel. Ezek a szokásos liberális gazdaságfilozófiai követelések. És azt kell látni, hogy nincsen Magyarországon egy harmadik gazdaságfilozófia. Vagy az van, amit mi képviselünk egy szuverén gazdaságpolitikaként, vagy az van, amit a liberális közgazdászok képviselnek, akik alig várják már, hogy újra beleszólhassanak a magyar gazdaságpolitika alakulásába. Ha nem szuverén egy kormány, akkor végre fogja hajtani ezeket a brüsszeli javaslatokat, figyelmeztetett Rogán Antal. Rámutatott, aki Brüsszelben jó fiú, attól kérni is fogják, és el is várják majd a megszorítások teljesítését. A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet közösségünk tagja. Ezt írt a közösségi oldalán a Fidesz Györfi Balázs ügyéről. A politikus szintén közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond minden közéleti pozíciójáról, így EP képviselői mandátumáról is azután, hogy az éjszaka tetlegességig fajuló vitába keveredett egy nővel. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a jobb oldalon mindig felelősséget vállalnak a tetteikért. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, Magyar Péternek is hasonló következtetést kellene levonnia, a nőkkel szembeni erőszakos bánásmódnak ugyanis nincs helye a közéletben. Elbuktam, és ezért vállalok minden felelősséget és következményt. Így kezdődik az a közlemény, amely Györfi Balázs közösségi oldalán jelent meg péntek délelőtt. A Fidesz EP képviselője a bejegyzésben minden közéleti pozíciójáról lemondott. Azt írta, bár ő maga nem emlékszik, de csütörtök éjjel ittas állapotban tetlegességig fajult egy vita közte és egy nő között. Emiatt azonnal visszaadja az EP képviselői mandátumát, visszalép a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztségétől, kilép a Fideszből és minden jogi következményt is vállal. A politikus a bejegyzésben bocsánatot kért az érintettektől, a családjától és a politikai közösségétől is, elismerve, hogy többé nincs helye a közéletben. A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet a közösségünk tagja. Ez már a Nagyobbik kormánypárt közösségi oldalán jelent meg néhány perccel Györfi Balázs lemondása után. A közleményben hangsúlyozzák, az erőszak tűrhetetlen, különösen a nőkkel szemben, aki pedig így cselekszik, annak azonnal távoznia kell. A jobboldali konzervatív politikusok minden esetben felelősséget vállalnak a tetteikért, így reagált Györfi Balázs ügyére ifjabb Lomnici Zoltán. A Századvég Közéleti Tudás Központ tudományos igazgatója azt mondta, ez a hozzáállás politikushoz és közéleti szereplőhöz méltó, ugyanakkor ez a magatartás teljesen ismeretlen a baloldalon. A Magyar Péter megszívlelhetné azt, amit most az elmúlt órákban nyilvánvalóan ő is olvasott, és hasonló következtetést kellene levonnia. A nőkkel szembeni erőszakos bánásmódnak nincs helye a magyar politikai közéletben, illetve a politikusok vonatkozásában, és az a fajta magatartás, amellyel példát mutatnak a jobboldali politikusok ezen a téren, az nem csak egy morális fölényt ad ennek a politikai közösségnek, hanem mintát mutat minden más, elsősorban baloldali és liberális politikus számára. Nem engedett ki az ajtón, nem engedett ki a szobából.
pokol, rémfilm, márciusban ezekkel a jelzőkkel írta le Varga Judit azt a lelki terrort, amelyet volt férje Magyar Péter mellett élt át. Az egykori igazságügyi miniszter akkor egy 2 órás interjúban mesélte el a bántalmazó kapcsolatban szerzett tapasztalatait. Elmondása szerint a verbális abúzus mellett a viták többször tettlegességig fajultak. Elkezdtem kiabálni, hogy gyerekek, szabadítsatok is. Bár szakértők szerint sok áldozat éppen a nyilvános megszégyenítéstől való félelem miatt nem beszél az őt ért bántalmazásról. Magyar Péter többször gúnyos stílusban kommentálta Varga Judit állításait. Volt feleségem posztjára és a saját oldalán 10 000 nevető fej keletkezett egy óra alatt. A politikust volt felesége szerinti bántalmazó múltja attól sem tartotta vissza, hogy pártot alapítson, képviselőként pedig beüljön az Európai Parlamentbe. Éppen oda, ahol a Politico korábbi cikke szerint bevett gyakorlat a munkahelyi abúzus. A brüsszeli portál márciusban arról írt, hogy jelenleg is több mint 1500 európai parlamenti dolgozót bántalmaznak. Az uniós hatóságok azonban rendre elmulasztják megvédeni a befolyásos politikusok által elkövetett zaklatások áldozatait. A portál egy tavalyi, a témával foglalkozó oknyomozó cikke szerint 2019 óta legalább 34 európai parlamenti képviselő beosztottjai próbáltak segítséget kérni az illetékes uniós szervektől. Mégis mindössze 2 politikust, a liberális Renew frakciójába tartozó Monica Semedót és a szocialista Monica Silvana Gonzálezt szankcionálták fizikai vagy lelki bántalmazás miatt. Mint írják, a panaszok elbírálása általában hónapokig, de van, hogy évekig is eltart. A kivizsgált ügyek pedig csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az egyik legsúlyosabb eset a baloldali Alexis Georgulis körül robbant ki, akit egyik alkalmazottja még 2020-ban vádolt meg szexuális erőszakkal. Az Európai Parlament mégiscsak tavaly áprilisban kérelmezte mentelmi jogának felfüggesztését, és a politikus idén júliusig, vagyis az előző európai parlamenti ciklus végéig képviselő maradhatott. A német néppárti Caroline Braunsberger-Reinholdról is kiderült, hogy egy férfit és egy nőt is zaklatott az EP alkalmazottjai közül. Az Európai Bizottság ennek ellenére úgy döntött, hogy nem foglalkozik az üggyel, mert ahogy jelentésükben írták, nem akartak ártani a képviselők karrierjének. A politikus végül nem önmagától és nem is az Európai Parlament nyomására mondott le. A júniusi választások előtt saját pártja, a CDU tiltotta el az újraindulástól. Új választást kellene tartani Óbudán a kerület DK-s polgármesterének letartóztatása miatt, a Kossuth Rádiónak nyilatkozó elemző szerint. Palóc André úgy véli, a választók júniusban nem voltak minden információ birtokában, amelyek alapján megalapozottan dönthettek a kerület vezetőjének személyéről. Kis Lászlót a múlt héten korrupciós bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe, majd a bíróság letartóztatta. Patek Gábor üzlettársa, dr. Fischer László, aki Kis László polgármester feleségével közösen vezet egy céget. Ezeket a felvételeket 2021-ben hozta nyilvánosságra Anonymous. A titokban rögzített videón az állarcos alak állítása szerint Patek Gábor látható, akiről Anonymous azt mondja, több fővárosi baloldali önkormányzattal és annak vezetőivel is szoros kapcsolatban állt, egyebek mellett Óbudán is otthonosan mozgott. A felvételen Anonymous szerint Patek Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint, feltehetően kenőpénzzel számol el. A gyanú szerint Patek Gábor is benne volt abban a hálózatban, amely a DK-s Kis László vezette 3. kerületben működött. Nem kötött vádalkut a baloldal háttérembere, erről ír most a Magyar Nemzet. A portálnak Patek Gábor jogi képviselője nyilatkozott, aki szerint az ügyészség felajánlotta ezt Patek Gábornak, de a férfi tagadja, hogy köze lenne az óbudai korrupciós ügyhöz, sőt azt is, hogy az Anonymous által közzétett videóban ő szerepel. A mai ellenzék. Óbuda DK-s polgármesterét augusztus 14-én tartóztatták le. Kis Lászlót bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetéssel gyanúsítják. Óbuda baloldali vezetése fiktív szerződéseket köthetett, a pénzeket pedig visszaoszthatták. A nyomozók a Városházán is megjelentek, ami után az önkormányzat azt közölte, hogy valamennyi szerződésük szabályos és valós teljesítésen alapul, ami kizárja a jogszerűtlenséget. Csütörtökön pedig már azt közölték, hogy nem tartják indokoltnak a személyes szabadság korlátozását egy olyan vezető esetében, akinek munkája egy egész városrész működését érinti.
Kiemelték, hogy az önkormányzat működése folyamatosan biztosított, minden feladatot maradéktalanul ellátnak. A közleményben végig azt sugallják, hogy Kis László letartóztatásának politikai okai vannak. A politikai vádnak, amit ők hangsúlyoznak, ezt a szintjét már jóval inkább meghaladt a dolog. Ezt állítja a Nézőpont intézet elemzője. Rotyis Bálint az M1-en azt is kifejtette, hogy miért indokolta a DK-s polgármester letartóztatása. Azért van szükség most a letartóztatásokra, azért van szükség ilyen komoly akciókra, hogy ezek az ügyek, amik kiderültek, ezeket Kis László ne tudja befolyásolni a saját politikai befolyásának, vagy hatalmának a alkalmazásával. Ugye ezek az ügyek, hogy kirobbantak, nyilván szűkebb környezetben ők lehet, hogy sejtik is, hogy kik milyen információkkal rendelkeznek. A századvég vezető elemzője pedig a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy a harmadik kerületben új választást kell tartani, mert megvezették az ott élőket. A választó azt mondhatja, hogy nem az információk teljes tudatában tudott a kampányidőszakban mérlegelni, hogy aztán választások napján ki lesz a legalkalmasabb jelölt, vagy ki lesz mondjuk úgy a legtisztességesebb jelölt. A történtek miatt már Vitézi Dávid is új választást sürget Óbudán. Közösségi oldalán azt a kérdést tette fel Karácsony Gergely főpolgármesternek. Egyetérte azzal, hogy Kis Lászlónak le kell mondania, hogy az óbudaiak olyan polgármestert választanak, aki alpolgármesterével együtt nem letartóztatásból vezet egy 128 ezres kerületet. A Mi Hazánk mozgalom szerint egyszerűbbé kellene tenni a károsultak számára, hogy visszaszerezzék a pénzüket a jogtalanul végrehajtott követelések után. A párt felháborítónak tartja, hogy utólag az adósnak kell a pénze után futni. Legyen a végrehajtáshoz hasonló jogcím, amivel egyszerűen lehet az adósoknak kérni a levont összegeknek a visszakövetelését, és ezáltal is megkönnyebbítsék az adósok esetét, és így minél több ügyet tudnának elévülés elé, bíróság elé vinni az elévülés megállapítása érdekében is. Az LMP tovább gyűjti az aláírásokat a kiemelt beruházások elleni népszavazási kezdeményezéséhez. Kanász Nagy Máté azt mondta, ezzel zöld területeket lehetne megvédeni, vagy meg lehet állítani az akkumulátorgyarmatosítást. Egy olyan össztársadalmi ügyről van szó, ami messze felüláll a pártpolitikai szempontokon, hiszen össznemzeti érdekünk az, hogy a kiemelt beruházásokat megakadályozzuk Magyarországon. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, ami közvetlen előzménye volt a II. Világháború kitörésének. A terrorházában gyertyagyújtással emlékeztek a náci és kommunista diktatúrák áldozataira. A II. Világháború kitörésének napja 1939. szeptember 1-e kitörölhetetlen nyomot hagyott az emberiség történelmében. Mindössze néhány nappal azelőtt, hogy megindult Lengyelország bombázása, a náci Németország és a kommunista Szovjetunió arról állapodott meg, hogy nem támadják meg egymást. 1939. augusztus 23-án írták alá Moszkvában a Molotov-Ribbentrop paktumot, aminek volt egy titkos záradéka arról, hogyan osztják fel egymás között Közép- és Kelet-Európát. Ez vezetett a történelem legpusztítóbb háborújához, majd a náci és kommunista diktatúrákhoz. A totalitárius diktatúrák áldozataira gyertyagyújtással emlékeztek pénteken a Terrorháza Múzeumban. Schmidt Mária főigazgató beszédében hangsúlyozta, még ma is kettős a náci és kommunista diktatúra megítélése. A jobboldali gondolkodókat, közösségeket és pártokat ugyanis nácinak bélyegzik, a kommunizmus eszméjét azonban nem ítélik el ennyire. A főigazgató hozzátette, manapság is félelemben és bizonytalanságban él az, aki felmeri vállalni a véleményét, mert aki egyértelműen fogalmaz, azt kirekesztőnek nyilvánítják. A megértés és befogadás kultúrája pár évtizede vett egy nagy levegőt, és elkezdte relativizálni a diktatúrákat. Persze a náci diktatúrát nem, azt meghagyta Furkósbotnak, amivel időről időre rá tud csapni a nemzeti konzervatív politikai családra. Igaztalanul vádolja azzal a jobboldalt, hogy a náci diktatúrákra tekint példaként. Holott semmi nem áll távolabb a konzervatív politikai erőktől, mint a nemzeti szocializmus.
Rétvári Bence arra emlékeztetett, hogy Magyarország első uniós elnöksége idején 2011-ben döntöttek az emléknap megtartásáról. A belügyminisztérium államtitkára hozzátette, a nácizmus miatt tört ki a második világháború, a kommunizmus miatt pedig évtizedekig meghatározta a világtörténelmet a hidegháború. Rétvári Bence hangsúlyozta, mindkét diktatúra egyformán emberellenes és keresztényellenes. Ez az emléknap a két diktátor Hittel és Sztálin halálos szövetségének az emléknapja. Nekünk magyaroknak fontos jelkép. Nagyhatalmak szeretnek osztozkodni a kisebb nemzeteken. És amikor a nagyhatalmak paktumot kötnek, abból a kis nemzeteknek jó sose származik. Abból a kis nemzeteknek csak halál, veszteség, alávetés, háborús veszteségek és hasonlók származhatnak. Amikor nagyok alkudoznak egymás között a világ felosztásáról, jobb azokból az alkukból kimaradni, jobb attól távol maradni. Rétvári Bence arról is beszélt, a Terrorháza Múzeum több mint 20 éve mutatja be a náci és kommunista diktatúra megdöbbentő működését, személyes történeteken keresztül hiteles dokumentumokkal alátámasztva. A magyar kormány 560 millió forintos támogatásával újulhat meg a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem újabb belvárosi ingatlana Kolozsváron. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter azt mondta, a főtérhez közeli műemléképület a korszerűsítése után a Makovec program vendégtanárainak és a szakkollégiumoknak biztosít majd otthont. Hozzátette, a magyar kormánynak az a feladata, hogy segítse a fiatalokat a Kárpát-medencében, hogy olyan jövőjük legyen, amire biztosan támaszkodhat a nemzet. A magyar fiataloknak egyszerre kell versenyképesnek lenniük a tudásukban, hivatásukban, másrészt pedig a küldetés nem más, mint az identitásunk biztosítja. Éppen ezért mindaz, ami versenyképes tudást és magyar identitást teremt, Kárpát-medencei dimenzióban kell tudnunk támogatni, és a felsőoktatásban. Ennek a letéteményeseit Erdély országban nem más, mint a Szapiencia Egyetemi Hálózat. Egy bántalmazásra utaló egyezményes kézjellel kért segítséget egy nő egy bolti eladótól Kaposváron. Az esetet rögzítette az üzlet térfigyelő kamerája. Az eladó azonnal felismerte a jelzést és értesítette a rendőrséget. A nővel érkező férfit a rendőrök őrizetbe vették kapcsolati erőszak gyanújával. Az eset alig néhány hónappal azután történt, hogy a rendőrség közzétett egy ismertető videót a segélykérő kézjelről. Ez az aprócska, néma, de mégis határozott mozdulat, ami mindent megváltoztatott. A nemzetközi kézjelzést egy kaposvári ruhaüzlet térfigyelő kamerája rögzítette. A felvételen jól látszik, amint egy nő és a mögötte haladó férfi belép a boltba. Az áldozat nem sokkal ezután kézjellel kér segítséget az eladótól, aki felismerve azt gondolkodás nélkül azonnal elindul, hogy tárcsázza a rendőrséget. A jelzést mutatva jött felém a hölgy, felvéve a szemkontaktust velem. Akkor láttam, hogy ki vannak sírva a szemei, akkor ismét jelezte a kézjelzést, hogy bajban van, és segítséget kér. Az üzletben dolgozó bíres Annabella azt mondja, a kézjelzést egy külföldi videóban látta korábban. Miután felismerte, rögtön tudta, hogy baj van és cselekednie kell. Bementem hátra az irodába, figyelemmel kísértem a kamerán, hogy mi történik. Láttam, hogy az úr távozott, addigra letettem a segélykérő, vagy a segélyhívóval a telefont, és akkor kimentem a hölgyhöz. Szóltam neki, hogy maradjon ott. Jönni fognak most a rendőrök. A nemzetközileg is elfogadott segítségkérő kézjelzést a rendőrség azért vezette be, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is jelezni tudják, ha bajban vannak. Pár hónappal ezelőtt a rendőrség egy kampányvideóban is felhívta a figyelmet a néma segélykiáltásra azért, hogy minél többen megtanulják értelmezni, illetve használni ezt a kézjelet. Vedd észre a néma jeleket, ne várj másra! Itt a 112. A videót azóta már több ezren látták és megosztották a közösségi médiában itthon. A cél az volt, hogy minél több emberhez eljusson ennek a lehetősége, hogy ilyen módon is lehet segítséget kérni, hogyha más módon nincsen, és nincsen lehetőségünk arra, hogy telefonáljunk, vagy más módon felhívjuk a figyelmet arra, hogy akár egy kapcsolati erőszak, vagy más bántalmazó élethelyzetben vagyunk. Hangulatváltozás, apátia, izoláció. Számtalan intőjele lehet a fizikai és verbális bántalmazásnak az M1 által megkérdezett klinikai szakpszichológus szerint.
Halmelinda azt mondja, egy bántalmazó kapcsolatban megváltozik az áldozat magatartása, és fontos, hogy ezt odafigyeléssel észrevegyük. Számos esetet látunk már, ami tényleg nagyon komoly, életveszélyes helyzet, valóban életveszélyes, teljesen mindegy, hogy ez fizikailag, vagy éppen a mentális kérdések miatt. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy egy izoláció történik, tehát már a korábbi barátokkal nem tárgyal valaki, nem is mer megszólalni, sablonos dolgokról kezd el beszélni, nyomott a hangulata. Magyarországon 10-ből legalább 2 embert érint valamilyen formában fizikális vagy mentális terror. Minden második gyermek valamilyen zaklatás áldozatává válik a klinikai szakpszichológus szerint. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a néma segélykiáltást mindenki megtanulja. A kaposvári üzletben kézjelet használó áldozatnak óriási szerencséje volt azzal, hogy az eladónő azonnal felismerte a kézjelet. Az elkövető ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban kapcsolati erőszak és más bűncselekmények miatt. Mivel szabadlábon védekezik, távoltartást rendeltek el vele szemben. Az üzletben dolgozó eladó a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságtól kitüntetést kapott a helytállásáért. A híradó után a Nemzeti Sporthíradóval folytatja Dedecsik Ferenc, további híreinket pedig megtalálhatják weboldalunkon a hiradó.hu címen.